Ebben a mostani videóban a gyulladáscsökkentő diétáról lesz szó, olyan fontos lépésekről, amelyek segítenek csökkenteni a gyulladások mértékét és gyakoriságát a testünkben. Szeretettel köszöntök mindenkit, itt Újhelyi Szabolcs Zoárd. De előtte nézzük meg az öt leggyakoribb gyulladás okozót. Az egyik leggyakoribb gyulladásnövelő a glutén, ami a legtöbb gabonafélében jelen van. A glutén étel intoleranciához vezethet, illetve egyik fő okozója az áteresztő bélszindrómának hívott jelenségnek. A második a cukor, a keményítők, a finomított szénhidrátok, a gabonaételek, a burgonya, a tészta, a rizs, a fagyi. Ezek is cukrok, a testünkben végül cukorrá alakulnak át. A következő az alacsony kortizol szint, mivel a kortizolnak gyulladáscsökkentő funkciója van. Ha túlhajszoljuk a mellékveséket, például az éveken át tartó kevés alvás, a sok kávéfogyasztás és a sok stressz hatására, kialakul a mellékvese alulműködés, egy olyan állapot, amikor a kortizol szintje állandóan alacsony lesz. Nagyon sok étel adalék is gyulladásnövelő, melyek a modern ételekben, a chipsekben, a felvágottakban vannak jelen. Közülük is talán az egyik legveszélyesebb a nátriumglutamát. És végül a túl sok omega-6 zsírsav jelenléte az, ami ugyancsak komoly gyulladásforrás. Az elmúlt évtizedekben a lakosság arra szokott rá, hogy sok növényi olajat használjon, ezek használatára állt át a tömegtermelés is, az éttermek is ezeket használják. Rengeteg bolti, illetve éttermi étel tele van omega-6 zsírsavakkal, amelyek például a napraforgóolajból, repceolajból vagy a szójaolajból kerülnek be a testünkbe. A nulladik lépés a gyulladás csökkentése, az a napi étkezések számának lecsökkentése, például napi 2-re. A lényeg, hogy hagyjuk a testünket hosszabb ideig olyan állapotban, amikor nem viszünk be kalóriát. A legfrissebb kutatások azt mutatják, hogy a nagyon alacsony kalóriatartalmú ételek, ezek igazából csak egyes zöldségek, vagy például az algák nem szakítják meg a bőtöt, sőt kifejezetten segítik, tehát a kulcs, hogy 18-22 órán át ne vigyünk be fehérjét, zsírt vagy felszívódó szénhidrátot. Az első gyulladás csökkentő csoport a hagyma és fokhagymafélék, melyeket minden nap ehetünk, lehetőleg nyersen. Ha megsütjük a hagymát, jelentősen megnő a szénhidrát tartalma, tehát inkább nyersen együk a hagymát és a fokhagymát is, már csak azért is, mert ugye nyersen a legtöbb bennük a gyulladáscsökkentő vegyület. A hagyma legfőbb gyulladáscsökkentő antioxidáns vegyület a kvercetin flavonoid. A második csoportban az alacsony cukortartalmú gyümölcsök tartoznak. Ezek elsősorban a bogyós gyümölcsök, mint a málna, a szeder, a tőzeg áfonya, a homoktövis, a fekete áfonya, a ribizli, az eper, de az olyanok is, mint a citrom, a gránátalma, a nem túl édes szilva és a medgy. Legfőbb gyulladáscsökkentő vegyületeik a flavonoidok. Téli időszakban a legtöbbet bevihetjük gyümölcslé formájában, de mindig olyat keresünk, amely nem tartalmaz más hozzáadott anyagokat, gyümölcsleveket, amelyeket azért adnak ugye hozzájuk, hogy édesebbek legyenek, tehát lényegében cukorral vegyítik őket. A harmadik gyulladás csökkentő csoportban a zöldszínű zöldségek vagy keresztes virágú zöldségek tartoznak, mint a fodroskel, a kelbimbó, a brokkoli, a rukkola, a cékla zöldje, a retek és mások. A zöldek közé sorolhatjuk a spirulinát, a klorellát, a búzafüvet, az árpafüvet, a lucernát, a moringát, melyek akkor segíthetnek, hogy nem tudunk bevinni elegendő mennyiségű zöldet adott napon. Amely zöldet lehet, azt nyersen együk, mert nyersen a legtöbb bennük a gyulladás csökkentő vegyület, melyek közül a leggyakoribbak a klorofil, a szulforafán, főként a brokkoliban, az ala, a növényi omega-3, a zsírban oldódó vitaminok és a különböző polifenol vegyületek. A negyedik az omega-3, melynek legjobb forrásai a halételek, marhahús és a tojás, de pótolhatjuk halolaj, krillolaj, kalamári olaj, csukamájolaj vagy algaolaj szedésével is. A füstölt lazac szeleteket nyersen is tudjuk fogyasztani, halfilét bármikor süthetünk különböző halakból, halkonzerveket is ugye segítenek, érdemes inkább a zsírosabb marhahúsokat fogyasztani, mint például a rostélyost, de ott van a csiamag, a lenmag és a diomint növényi omega-3 források. Ne féljünk az omega-3 bevitel mennyiségétől, készítményekkel bőven pótolhatunk napi 5-10 g-ot kapszulával,
vagy 5-10 ml olajat belőle, amire oda kell figyelni az elsősorban a minőség. Az olcsóbb omega 3 tartalmú készítmények nagy eséllyel sokszorosan feldolgozottak, koncentráltak, vagy esetleg már megavasodott az olaj a kapszulában. A következő az E-vitamin, kiváló gyulladáscsökkentő, de mint a többi vitamint, az E-vitamint is természetes forrásból érdemes pótolni. Rengeteg E-vitamin van a búzacsíra olajban, és sokkal többet is tudunk belőle bevinni, mint kapszulákkal. Napi egy kanál búzacsíra olaj biztosítja a napi alap E-vitamin szükségletünket. Az E-vitamin megtalálható a sejtfalakban, és számos gyakori betegség esetén kimutatható az alacsony szintje a betegek szervezetében, így például reuma és élelmeszesedés esetén is. Jó E-vitamin forrás a homoktövis magolaj is, ha pedig mégis kapszulával pótolnák az E-vitamint, olyat keresünk, amelyben étel alapú tokotrienol az, és nem tokoferol van. Az E-vitaminról készítettem korábban egy videót, abban részletesebben szó van a két E-vitamin fajtáról. A hatodik egy gyulladáscsökkentő ételcsoport, a fűszerek, melyek közül azt az ötöt emelném ki, amelyek legsokoldalúbban használhatók, illetve koncentráltan készítményekben is kaphatók: a gyömbér, a kurkuma, a fahéj, a szegfűszeg és az oregano. Elérhető kapszulázott és olajformában is, azért előnyösek, mert hozzá lehet őket adni sokféle ételhez és italhoz, például a turmixokhoz, így gyakorlatilag minden nap be lehet őket vinni, akár a normál ételeinkkel is. Itt ajánlom a figyelmetbe a Curcunex kurkuma komplexet, amely napi adagja egy nagy dózis kurkumát és kurkumint is tartalmaz, illetve gyömbérkivonat is van benne, kifejezetten a gyulladások csökkentéséhez lett kifejlesztve. A hetedik a resveratrol, mely főként a szőlőmagban található meg. A szőlőmag öleményt keverjük el vízben vagy gyümölcslében, és ígyuk naponta. A resveratrol nagyon hatékony edzések után és előtt is, csökkenti az oxidatív stressz, támogatja a szív- és érrendszer működését, segít csökkenteni az oxidált LDL koleszterint, javítja az agyi vérkeringést és az inzulin érzékenységét is, így nagyon hasznos cukorbetegeknek. Azzal, hogy a resveratrol csökkenti a szabad gyökök számát, egyben a gyulladások visszaszorításában is segíti a testünket. A következő az asztaxantin, földünk talán legerősebb antioxidáns vegyülete, mely elsősorban a tengeri növényekben és kisebb élőlényekben van jelen, mint például a mikroalgákban és a krillekben, de megtalálható a lazacban is. Az asztaxantin adja általában a rózsaszínes, vöröses szint a vízi élő lényeknek. Az asztaxantint koncentráltan mikroalgákkal tudjuk bevinni, legjobb forrása a Hematococcus pluvialis alga. Az Immunex alga napi adagja 6 mg asztaxantint tartalmaz ebből az algából is koncentráltan. Itt is figyeljünk oda a minőségre, mert léteznek szintetikusan előállított asztaxantint tartalmú készítmények is, melyek lényegesen gyengébbek, mint az algákból készült asztaxantin. A kilencedik a tömjén, latin nevén a boszvélia, melyet évezredek óta használ a népi gyógyászat immunerősítésre, gyulladások csökkentésére. Értéke legalább akkora volt az ókorban, mint az aranyé. Nem véletlenül vittek ugye a napkeleti bölcsek a kis Jézusnak aranyat, tömjént és mirhát. Kapható kivonatként, kapszulában és alkalmazható olajként is bőrön. A tömjén olajon a bőrön lévő gyulladások, illetve az ízületi gyulladások csökkentéséhez használható főként. A tizedik és egyben utolsó, de talán pont a legfontosabb a D-vitamin, melynek a legjobb forrása a napfényen tartózkodás. A D-vitaminból a napi 10 000 nemzetközi egységnyi mennyiség hosszú távú bevitelesen hordoz kockázatot. A szájnyálkahártyán keresztüli felszívódás sokszor előnyösebb, mint a kapszula a D-vitamin esetében, így cseppekkel, olajokkal hatékonyabb lehet a pótlása. A D-vitamin mennyiségétől ne féljünk, akkor jelent csak gondot, ha hosszú távon nagyon nagy dózisokat viszünk be, folyamatosan és vele egy időben fennáll a K2-vitamin hiány és a kálcium többlet a testünkben. Ha érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, oszd meg a videó linkjét olyanokkal is, akiket érdekelhet ez a téma. Kíváncsi vagyok a saját tapasztalataidra a gyulladás csökkentéssel kapcsolatban. Írd meg a hozzászólásokban, mi az, ami szerinted még jó gyulladás csökkentő. Ha
Ha még nem vagy feliratkozva a csatornára, ne felejts el feliratkozni, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Köszönöm a figyelmeteket, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veletek!